A mókus lány az a Marvel szuperhős, akit elsőre nem biztos, hogy komolyan tudsz venni. Will Murray és Steve Ditko alkotta meg őt 1991-ben, és a Marvel Super Heroes második évfolyamának 8. számában jelent meg. Eredetileg egy megjelenést terveztek neki, mivel a figura célja az volt, hogy bebizonyítsa, ha nem elég komplex a főhős, akkor nem érdemes az alkotóknak sem akkor erőt időt beleadni. Nos, a rajongóknak ennek ellenére nagyon tetszett, hogy a mókuslány történetében sok logika nincs. A sikeres megjelenés követően saját történeteket kapott és magára aggathatta a legyőzhetetlen vagy verhetetlen mókuslány nevet, amit a Marvel kiadó azóta is nagyon komolyan vesz. Doreen Greene, a mókuslány Dorian és Maureen Greene lányaként született. Ismeretlen okokból a génjei már a születésétől fogva egy rendellenességet alkottak, aminek következtében mókusra utaló tulajdonságokat, képességeket szerzett. A leglátványosabb eredménye az egy mókus farok volt. Az orvosa szerint nem mutáns, mégis genetikailag emberi és mókusszerű jeleket mutat a szervezete. 10 évesen fedezte fel, hogy képes a mókusokkal társalogni. Az egyiket meg is mentette egy kutyától, és ő lett a társa, Monkey Joe. Innentől tervezte az Doreen, hogy szuperhős lesz, a verhetetlen mókuslány. 14 évesen találkozott először vasemberrel, aki udvariasan visszautasította, hogy a mókuslány bármikor is a segédje legyen. Ám mikor Fátum doktor elfogta őt, Doreen egy csapat mókussal megmentette Tony Starkot. Második alkalommal a Hulknak segített legyőzni a förtelmet, vagy mikor megmentette a nagy tavak bosszú angyalait, bevették őt is a csapatba. Ám egy elutasított jelentkező, bőrfiú irigy volt Doreen sikerére, ezért Fátum doktornak öltözve megölte a mókus Monkey Joe-t. Innentől mókuslány új társa, Tipito, az ezüst színű mókus volt. Mókuslány elképesztő fizikai erőbirtokosa. Képes 25 tonnát is megemelni, ért a mókusok nyelvén, amiket tömegével képes ráúszítani az ellenfeleire, illetve különböző feladatok elvégzésére is be tudja fogni őket. Az állkapcsa olyan erős, hogy egy acélajtót is át tud rágni vele. Elképesztően nagyot tud ugrani, ráadásul az ujjain és a lábujjain levő karmokkal képes pillanatok alatt magas objektumokra mászni, bár az ökleiből is ki tud engedni kis karmokat. A mókus farok az egyensúlyozásban van a segítségére, a civil életében a nadrágjában rejtve hordja. Éjszaka a látása hihetetlenül jó, sebei nagyon hamar begyógyulnak. Mókuslány volt az a szuperhős, aki egymaga legyőzte Modokot, Terraxot, sőt még magát Thanost is, akiről Uatu, a szemlélő is megmondta, hogy az igazi őrült titán győzte le. Dum-Dum Dugan még egy posztot is felajánlott számára a Shielden belül, de Doreen úgy érezte, hogy neki jobb helye van a nagy tavak bosszú angyalainál. A nagy tavak bajnokaihoz csatlakozva elfogadta a szuperhumán regisztrációs törvényt, tévedésből viszont összecsapott Deadpool-lal, aki azt hitte, hogy Amerika kapitány ellenálló titkos angyalainak dolgozik. Később AIM ügynököket vert szét a nagyszájú zsoldossal, majd egy időutazós kalamajkát követően részt vett a titkos invázió elleni harcban. Sokáig ő volt a babysittere Luke Cage és Jessica Jones lányának, Danielnek. A babysitterkedés után továbbra is az angyalok kúriájánál tevékenykedett, míg az Empire State Egyetemen tanult. Csatlakozott az új angyalokhoz, és ezzel együtt megismerte a szuperhősök újabb generációját, mind a mellett, hogy Kravent a vadász rávette, hogy hagyjon fel a pókemberrel való ellenségeskedéssel, és még arra is rávette, hogy segítsen neki legyőzni Ultront. Valamit ez a csaj tényleg tud.